büszkébb végül is a ifi létemre a tavalyi évben és a tavalyi előtti évben, és azt hiszem az felnőtt országos bajnokságot is megnyertem, és az ifit is. Bár ha jól emlékszem, a tavaly előtt az ifiben elestem, és sajnos el is törtem ott a kezemet, mindegy. Tehát több mint 20-szoros magyar bajnok vagyok ifi létemre. Azt hiszem 5-6 éve a junior világbajnokságon ifi egy kategóriában második helyezett lettem. Ezen kívül pedig most az olimpiai világranglistán azt hiszem 600 vagy 700. helyen vagyok, tehát igen közel az 500-ba az olimpiai kvalifikációs 500 bóló jutáshoz. Úgyhogy ezekre vagyok végül is a legbüszkébb, meg a pontszámaimra, a FIS pontszámaimra, ami most slalomban azt hiszem 43, óriás pedig 49 pontom van, és ha jól tudom, még senkinek nem volt ilyen a magyar sí történelmében ilyen kevés pontja. Vagy ha volt is, akkor ez több mint 20 évvel ezelőtt volt, mint hány éves vagyok. Gratulálunk! Köszönöm. Igen, az egész év arról szól, az egész felkészülés, ami már elkezdődött, mondhatjuk, hogy májusban. Hol voltál májusban? Májusban Kaprumban voltam, 4 napot Gletscheren, az nem sikerült olyan jól, ott elég rossz időt fogtunk ki. Viszont azóta voltam 2-3 melltálom, ugyancsak Ausztriában, vagy a Gletscheren. Most jöttem haza itt tegnap, ez az egy hét, ez nagyon jó volt, nagyon jó körülmények voltak. És voltam 4 napot fedett sípályán Wittenburgban, Németországban, az is nagyon-nagyon jó volt szlalom edzésre. Milyen volt fedett sípályán? Gyermekkoromban, hát még egy 5-6 évvel ezelőtt volt, hogy többször is kijártunk oda, elég jó körülmények vannak és állandó körülmények. Jó volt most visszamenni ugyan egy másikra, de ugye elég hasonlóak ezek a pályák. Az a jó benne, hogy tényleg állandó körülmények vannak, nem romlik a pálya, mondhatjuk, hogy világkupa körülmények, olyan jeges a pálya, és nagyon rövid a lift, éppen ezért egy nap tudunk akár 10 menetet menni is pályába, délelőtt is, délután is, tehát annyi, tehát olyan intenzív lehet az edzés, mint sehol máshol. Mondtad, hogy gyermekkoromban is kezdődött ön nálad kiállított létre. Még szüleimtől. 3. Apu is, anyu is nagyon szeretett síelni, az még az egyetemen tanultak meg ők, és amikor már bátyám is megszületett, én is megszülettem, akkor így évente jártak ki, és vittek magunkkal. Úgyhogy 3 éves koromban. Talán a legrégebbi emlékem, amikor apukámmal voltam, és bátyámmal Semmeringen, valami gyermekverseny volt, és előtte lévő napot éjszaka síeltünk, és ott apukám próbált tanítgatni. De az elején az volt a jellemző, hogy a bátyám már abbahagyta egy 4-5 éves síelés, de az volt a jellemző, hogy akkor neki mindig jobban ment, és nekem meg kevésbé. De mivel ő is csinálta, ezért én is csináltam. Aztán nekem is értek a sikerek szerencsére. Persze, rengeteg sztori van. Még mostani edzőmmel 6 éve dolgozok együtt, egy osztrák edző, és végül is mondhatjuk, hogy ketten járjuk a világot már 3 éve, mert előtte csapattársam is volt. De hát persze, rengeteg történet van, amikor például tavaly Makedóniában volt versenyünk, és hát azért más körülmények voltak, mint egy osztrák vagy egy francia síterepen, és az egyik edzés után, amikor sétáltunk fel a szálláshoz, akkor 3 kutya támadott meg minket, és azok elől menekültünk. De volt olyan, hogy a osztrák-szlovák határon lerobbant a kocsink, és vártunk 1 napot egy pótkocsira. Úgyhogy minden távolra születik nagyjából egy-egy ilyen új történet, könyvet írhatnék lassan belőle.